amelyet egy időközben elfogadott törvény a Magyar Fejlesztési Bankhoz helyez, mennyit fognak keresni a vezető tisztségviselők, mennyit fognak keresni a menedzserek. Mint mindannyian emlékszünk rá, 2008 őszén egy világgazdasági válság tört ki, és nagyon nagy terheket rakott az emberek, a vállalkozások, és nem kevésbé az állam hátára is. Ezért tehát jogos volt mindazok igénye, akik azt mondták akkor, hogy az államnak takarékoskodni kell magán, és természetesen az állami társaságok vezetőinek is takarékoskodniuk kell. Ezért született meg 2009-ben az a törvény az előző ciklusban, amely plafont szabott az állami társaságok, gazdasági társaságok vezetői, vezető tisztségviselői díjazásának. Tette ezt úgy, hogy viszonyította a bérüket, illetve díjazásukat a Magyar Nemzeti Bank elnökének a béréhez. Időközben azonban történt ebben némi változás. Matolcsi miniszter úr és ön államtitkár úr beadtak egy törvényjavaslatot, amely ugyan nem feltétlenül a díjazásra vonatkozott, ez volt az a bizonyos törvényjavaslat, amelyben hatékony vagyongazdálkodást ígértek. Nekünk erről akkor más volt a véleményünk, mi azt gondoltuk, hogy inkább eltüntettek a parlament szeme elől gazdasági társaságokat, de ez nem tárgya az interpellációmnak. Ebben a bizonyos immár törvénnyé vált javaslatban van egy határidő, ez 2010. szeptember 30, és ettől a határidőtől más szabályokat állapít meg a vezető tisztségviselők, illetve a társaságot menedzselők számára díjazás, illetve bérezés tekintetében. Úgy teszi ezt, hogy 2006-tól 2010-ig átlagot számol az addig megkeresett jövedelmükből, illetve bármilyen személyi jellegű kifizetésből. A bonyolult fogalmazás az a számviteli törvény passzusát idézi. Tisztelt államtitkárról a következőket szeretném kérdezni. Hogyan fog 2010. szeptember 30-ától változni a vezető tisztségviselők, illetve a menedzsment bérezése? Mekkora lesz ez az összeg, amelyet majd megállapít az új szabályozás? Mi az a feltétel, ami 2010. szeptember 30-át jelölte meg határnapként? Mitől jeles ez a dátum? Ugye bizonyára nem arról van szó, hogy 2010. szeptember 30-án fejeződik be a világgazdasági válság. Szeretném megkérdezni azt is, hogy van-e összefüggés az időpont és ezeknél a társaságoknál tervezett vezetőváltás között? És végül ugyan nem leírt kérdése az interpellációnak, de meg fogja nekem bocsájtani, ha megkérdezem, hogy lesz-e ezeknek a döntéseknek transzparenciája magyarul, követhetőek és nyilvánosak lesznek-e a bérezés kérdései. Köszönöm szépen, hogy meghallgatott. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, válaszadással megadom a szót Fónagy János államtitkár úrnak. Öné a szó, államtitkár úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház-Tisztelt képviselő úr. Ön a válság naptári dátum szerinti végét kérdezi interpellációja címébe. Az önök egyik korábbi miniszterelnöke a válság tényét is tagadta, majd másfél évet jelölt meg. Ez minap letelt, a válság még mindig itt van, ön pedig a pontos dátumot tudakolja. Felelősséggel ezt én sem tudom megmondani, felelőtlenül meg miért tenném. Amire viszont felelősséggel tudom a választ. A vagyontörvény 39 szakaszának második bekezdése előírja, hogy a Magyar Fejlesztési Bank ZRT-nél, valamint a törvény szerinti gazdasági társaságoknál dolgozó munkavállalók havi alapbérét, valamint a gazdasági társaságokról szóló törvény 22 szakasz második bekezdés A pontja szerinti vezető tisztségviselők havi díjazását a Magyar Fejlesztési Bank ZRT-nél és az érintett társaságoknál 2006. január 1 és 2010. augusztus 31 között minden számviteli törvény szerint kifizetett személyi bér és juttatás átlagából annak csökkentésével kell meghatározni. Tehát a képviselő úr némi malíciával tette fel a kérdést, miszerint a törvénymódosítás keresetemeléssel járna a Magyar Fejlesztési Bankhoz kapcsolt állami vállalatoknál. Tisztelettel felhívom figyelmét, hogy a törvény idézett bekezdése egyértelműen a csökkentés főnevet tartalmazza. Vagyis az elmúlt 4 év számaihoz képest csökkenteni kell majd az érintett vezető tisztségviselők díjazását. Ezért megnyugtatom képviselő urat, hogy szeptember 30-án nem ér véget sem a válság, sem a takarékosabb működés követelményeinek érvényesülése. Annál is inkább így lesz,
hiszen ahogyan korábban bejelentettük, felülvizsgáljuk az állami szféra alá tartozó vállalatok, szervezetek bérgazdálkodását, jövedelmeket, a vezetői struktúrákat, a tisztségviselők számát és díjazását. Az állami cégek felhízlalt igazgatóságainak létszámát 319 főről 55-60 főre csökkentjük, a felügyelő bizottságok létszámát is a lehető legalacsonyabbra mérsékeljük. A drága közpénzen tartott igazgatósági tagok 4/5-e biztosan távozik, helyüket nem töltjük be. Bruttó 2 millió forintos bérplafont rendeltünk el az állami költségvetési szférába, ezentúl minden kifizetés, legyen az prémium vagy 2 hónapon túli végkielégítés, 98%-os adóval sújtunk. Nagyon sajnáljuk, hogy eféle lépéseket, melyek a szimbolikus jelentéseken túl effektív megtakarításokat is tartalmaz, az egymást érő megszorító csomag összeállításakor a szocialista kormány nem tett meg. A kérdezett dátumról még egy apróság. A takarékos működés követelményeinek új szabályaival valóban összefügghetnek az érintett társaságok vezetését érintő személycserékkel. A jelenlegi munkaszerződések ugyanis megszüntetésük esetére sokszor 12-16 havi fizetésnek megfelelő összegek kifizetését írja elő, melyek vállalhatatlanok, és melyek felülvizsgálatát mindenképpen indokoltnak tartjuk. Ha én interpellálni tudnám önöket, megkérdezném, milyen politikai erkölcs alapján sikerült a ciklus vége előtt sok évre sok szocialista kádert bebetonozni, és a választási interregumba sok önök számára kedves embert sok pénzzel, közös megegyezéssel elbocsátva közpénzből kistafírozni. Arra a kérdésre, hogy mekkora lesz a havi személyi alapbér egyes vállalatoknál, nem tudom, jósolni nem akarok. Összességébe senki nem tudja, melyik nap ér véget a válság, de azt tudjuk, hogy véget vetünk a közpénzek elherdálásának. Meggyőződésem, hogy önök is ezt akarják, ezért kérem, hogy válaszomat szíveskedjen elfogadni. Köszönöm figyelmét. Megköszönöm államtitkár úr válaszát. Kérdezem képviselőt, elfogadja a választ. Öné a szó. Tisztelt államtitkár úr, tisztelt ház! Két dologról kívánt megnyugtatni. Az egyik közül az volt, hogy nem a válság ér véget szeptember 30-án. Isten bizony, mondom önnek, államtitkár úr, ha erről akart volna megnyugtatni, és igaz lenne, akkor elfogadnám ezt az egyetlen dolgot. Szívesen venném ugyanis, hogyha világgazdasági válság nem tépázná tovább sem hazánkat, sem Európát. A választ azonban azért nem tudom elfogadni, mert a válasza egyetlen konkrétumot tartalmazott, hogy csökkenni fognak ezek a bérek, de hát nagyon jó lett volna néhány példát legalább hozni arra, hogy mekkorák ezek és mennyire, hiszen, mint tudjuk, az előző szabályozás plafont szabott mintegy 2 millió forint értékben. Ezért tehát azt gondolom, hogy a válaszban némi konkrétum jobb lett volna, és csak kívánom, hogy arra a bizonyos transzparenciára, áttekinthetőségre, nyilvánosságra minél előbb sor kerülhessen, és minél előbb láthassuk, hogy mekkorák ezek a bérek. Elnök úr, köszönöm szépen, nem fogadom el a választ. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, képviselő úr, a választ nem fogadta el. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja a választ. Kérem, szavazzanak. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az államtitkári választ 243 igen szavazattal, 51 ellenszavazattal, 7 tartózkodással elfogadta. Tisztelt országgyűlés, Lampert Mónika az MSZP képviselője interpellációt nyújtott be a közigazgatási és igazságügyi miniszterhez. A Fidesz törvénygyár selejtjei címmel. Lampert Mónika képviselőasszonyt illeti a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt országgyűlés.
Az elmúlt hetekben a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselői elárasztották a házat gyenge minőségű törvényjavaslatokkal. A közvélemény számára ismeretlen fideszes műhelyek mindenfajta társadalmi és szakmai egyeztetés nélkül ontják magukból a normaszövegeket, érdemi vita lehetősége és igénye nélkül futtatják keresztül a házon. A törvénygyártás minőségét jól mutatja, hogy a köztársasági elnök egy hét leforgása alatt két törvényjavaslatot is kénytelen volt megfontolásra visszaküldeni a parlamentnek. A selejtes darabok hibái sokszor csak a törvény kihirdetése után válnak világossá. Ez történt a néhány hete elfogadott önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvénnyel is, hiszen a törvény 7. paragrafus 2. bekezdése szerint a megye lakosság száma alapján kell a megyei közgyűlésbe választható képviselők számát meghatározni. E feladat a megyei főjegyzőkre fog hárulni, nem lesz könnyű dolguk. Az alapul szolgáló lakosságszám megállapítása ugyanis korán sem egyértelmű. A megyei választókerületeknek az új törvény szerint sem részei a megyei jogú városok, azok lakói nem szavaznak a megyei közgyűlés tagjaira. Ennek megfelelően a törvény 9. szakasz 2. bekezdése szerint a megyei választókerület választópolgárainak 1%-a támogatásához köti a jelölt állítást. Ugyanakkor a megválasztható képviselők számának a meghatározásakor ettől eltérően fogalmaz, nevezetesen nem a megyei választókerület lakosainak számát, hanem a megye lakosság számának alapul vételét írja elő. Nehézséget jelent annak eldöntése, hogy a törvény 7. szakasz 2. bekezdés szerinti lakosságszámba a megyei jogú város lakóit be kell számítani, vagy sem. Az egyik lehetséges válasz az, hogy figyelmen kívül kell hagyni, hiszen azok polgárai nem szavaznak. Ha azonban abból indulunk ki, hogy a törvény egyik szakasza a megyei választókerület polgárainak számát rendeli alapul venni, akkor logikusan következik, hogy ahol a törvény a megye lakosság számát említi, ott ebbe a megyei jogú városok lakóinak számát is bele kell érteni. Ez esetben Pest megyénél be kell számítani Budapest lakosságát is? Ezt a kérdést nagyon sokan fölteszik, ezért kérdezem tisztelt miniszter úr helyett az államtitkárasszonytól, hogy mi a közigazgatási és igazságügyi minisztérium jogértelmezése az imént bemutatott kérdésben, hiszen az megengedhetetlen, hogy a választási rendszer alapvető fontosságú kérdésében ilyen fokú jogbizonytalanságot teremtsen a jogalkotó, és a megyei főjegyzőket kényszerítse abba a helyzetbe, hogy a politikai erőteret alapvetően meghatározó jogértelmezési kérdésben döntsenek. Várom válaszát. Köszönöm, képviselő asszony. Válaszadásra megadom a szót Szabó Erika államtitkárasszonynak. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőasszony. A törvényhozással kapcsolatos kritikája egy kicsit félreérthető, főleg annak fényében, hogy az ön miniszterelnökük elismerte, hogy másfél évig nem csináltak semmit kormányzás címén. Most azt kéri számon, hogy az újonnan megválasztott polgári kormány dolgozik, és az országgyűlési képviselők a képviselői felelősségüknek megfelelően önálló törvényjavaslatokat nyújtanak be. Jó lenne, hogyha egy idő után fölül tudnák bírálni a korábbi politikai álláspontjukat, és megértenék, hogy mi az a politikai felelősséggel végzett munka. De hogy visszatérjek a kérdésének a szakmai részére is, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010 évi 50. törvényt az országgyűlés nagy többséggel fogadta el most június 8-án. A törvényjavaslatot nem a kormány terjesztette a parlament elé, hanem képviselői önálló indítványként került benyújtásra. A törvény egy 20 éves jogszabály helyébe lép. Az azóta eltelt időszak gyakorlati tapasztalatai alapján egyszerűsíti a választási szabályokat és csökkenti az önkormányzati testületek létszámát. A változások eredményeként megnyílt a lehetősége annak, hogy rövidebb legyen a választási kampány és az önkormányzatok számára jelentős költségvetési megtakarítást eredményez a képviselőtestületek létszámának a csökkenése. Tisztelt képviselőasszony! Ön volt már a választások lebonyolításáért felelős miniszter szerepében. Így jól tudja,
hogy a miniszternek nem tiszte, hogy a választás lebonyolítása